Williams Televízió. Köszöntöm nézőinket! Önök a Williams Televízió december 4-i híradóját látják, Antal Beáta vagyok. Nézzük röviden híreinket. Bérkiegészítés. A kormány döntése a szociális területen dolgozókra vonatkozik. Első adventi láng. Fellobbant az adventi koszorú első gyertyájának lángja. Az ivóvíz minőség érdekében. Ülőnek az átlagosnál jobb és finomabb az ivóvize. Új parkoló. 140 P plusz R parkolót adtak át Maglódon. Tűzifa gyűjtés Pécelen. A tél közelettével Pécelen is egyre fontosabb a tüzelőbeszerzése. Vasadi döntések. A művelődési ház rekonstrukciójáról is határozta. Megkapják 2016-ban a bérpótlékukat és a bérkiegészítéseket a szociális területen dolgozók a kormány csütörtöki döntése értelmében, jelentette be Cibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár. A múlt heti kormány döntésről szeretnék tájékoztatást adni. Ahogy korábban is többször jeleztük, a kormányzat fontos célkitűzése az, hogy a szociális ágazatban, és itt a szociális szolgáltatásokat, a gyermekjóléti szolgáltatásokat, és a gyermekvédelmi szolgáltatásokat is ideértjük, benne dolgozó 93 ezer munkatársat ne csak elméletiben, elviekben köszönjük meg a munkájukat, ne csak elviekben becsüljük meg őket, ne csak elviekben ismerjük el azt az áldozatos munkát és szolgálatot, amelyet végeznek, hanem fontos az, különös tekintettel a rendkívül alacsony bérekre, hogy anyagi értelemben is, az anyagiakban is érzékeljék kézzelfogható és tapinthatóan a munkatársaink, ez a 93 ezer munkatárs a szociális ágazatban, azt az elismerést és azt a megbecsülést, amelyet nem csak szavakban szeretnénk kifejezni, hanem anyagiakban is. Ülőn, Maglódon, Pécelen és Gyáron is fellobbant az adventi koszorú első gyertyájának lángja. Ülőn az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása előtt Evarics Györgyné mézes kalács és bábkészítő kiállítása nyílt meg kerekesztendő címmel. Az elmúlt év mindannyiunknak hozott jót és rosszat, örömet és bánatot, és mindannyiunktól elvitt valamit. Vitt a perceket, a születésnapunk, vitt a szürke hétköznapokat, és épp olyan egyenletes percegéssel vitte az ünnepeket is. Kerekesztendő volt. Bizony, kerekesztendőjét találkoztunk utoljára. Volt szép tavaszunk, forró nyarunk, színes őszünk és újra jutottunk most tél. Már alig emlékszünk, hogy a sokadik hőségrőd után mennyire vártuk ezt az időt. Most viszont jól esne egy kis nyár, melegedni benne. Ennek hiány egy szívet melengető visszaemlékezésre hívom önöket. Az idő hömpölygő hullámai járjuk be együtt egy kerekesztendőt a kiállítás segítségével. Járjuk be az évszakokat, az ünnepeket, az érzéseket. Nyíló virágok, tavasszal érkezett madárpár, szerelmes házas nyuszik. Ha figyelmesek vagyunk, láthatjuk őket ősszel, tarisznyával, búcsúra készen, valamint a szerelem gyümölcseit is, a sok kicsi nyuszit. Nyár, kalászok, arató pár. Régmúlt időket idéző jelenet, a mindennapi kenyér dicsérete. Vagy ott a farsangi tagló, a jó ízléssel díszített maszk, mely finomságát a kotha zengi. Il carnaval de Venice, azaz a velencei karnevál. Számtalan apró részlet. Az unokák körében kötögető, melegedő nagyszülők. Az unokák, Rebeka, Soma, Vince, szívesen álltak modát, hogy szeretett nagymamiuk róluk nyilvázza a karácsony figuráit. Evezenek végig a hatalmas folyamon, a kerekesztendőn a kiállítás segítségével. A kiállító Evarics Györgyné lányának beszéde után a becsési Balla Péter népdalkönyvésére következett. Yeah.
Az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása tiszteletére rendezett ünnepségen az Üllői Kulturális Központ vezetője köszöntötte a megjelenteket. Elérkezett az a pillanat, amire már régóta várunk, a nagy várakozásnak az első vasárnapja, első adventi vasárnap. Most már elmondhatjuk, hogy Üllővárosában ez hagyomány, amióta megvan a szép városközpontunk, és ennek közepén fogalmazhatnék úgy is, hogy a város szívében az egyébként szökőkútként működő helyszínen éppen most ebben a hónapban az adventi koszorúban gyönyörködhetünk, és immár hagyományaink szerint minden adventi vasárnap megtartjuk azt a szertartást, amivel tanúsítjuk a várakozásunkat a nagy ünnep előtt. A mézes kalács és bábkészítő az advent és a szeretet csodájának fontosságáról beszélt. A koszorú első gyertyáját a Mecénás Művészeti Klub elnöke Kékedi Ibolya lobbantotta lábra. A helytörténeti gyűjteményben első alkalommal megrendezett karácsonyfa kiállításon még az 1800-as és az 1900-as évek hangulatát is felelevenítették. Maglódon a Szent István téren ökumenikus keretek között lobbant fel a láng. Bot Péter, az 1700-as évek Erdélyében élt protestáns lelkipásztor azt mondta, hogy az Úrnak négy adventusa, négy jövetele van. Az első akkor volt, amikor megszületett Betlehemben, a második akkor van, amikor eljön a szívünkbe, hogy megtérítsen bennünket, a harmadik az, amikor a halálunk óráján jön értünk, és a negyedik adventusa, adventje az Úrnak, amikor visszajön ítélni dicsőségben élőket és holtakat. Adventben, amikor a világ karácsonyt várja, mi várjuk Jézus, hogy jöjjön el a szívünkbe, jöjjön el az életünkbe, és töltsön be bennünket az ő békességével és az ő szeretetével. Megváltókat, hogy lehozza, ég felhőjét nyíljatok szét, hozva Jákob fejedelmét. A Ferenczi György Alapítvány jóvoltából a Magház dísztermében a Nemzetközi Chopin Zongora verseny két résztvevője játszott. Most Bartloméj Kokott játékából idézünk. Pécelen a Kossuth téren tartotta a közös gyertyagyújtást a város apraja nagyja. Az adventista gyülekezet szervezésében modern egyházi zene, rövid ünnepi gondolatok és gyermekműsor mellett egy finom süteményre és forró teára is meghívták a résztvevőket. Meg oldást talál.
Jálona református lelkész egy bibliai idézettel köszöntötte a megjelent közönséget. Az advent maga is egy meghívás. Jézus Krisztus meghívása egy eljövendő országban. És az a reménységem, hogy mindaz, ami ma este elhangzik, az szól erről a meghívásról, szól arról a meghívásról, amelyel Jézus Krisztus az ő országába hív. Nem tudom megkerülni, hogy nem mondjam el, hogy a vasárnapi istentiszteleteken erről az országról beszélek. Igyekszem átadni ennek az üzenetét a messiás királyságáról. És ahogy ez a meghívás elhangzik, egyszer csak eszünkbe juthat, hogy van egy másik hívás is. Ez pedig már a miénk lesz, és ezzel az igével szeretném köszönteni az itt lévőket. A Jelenések könyvének az utolsó gondolata, az utolsó szava erről a meghívásról. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök. Jöjj, Uram Jézus! Ez a reménységünk a mai estén is. Az adventi koszorú első gyertyáját a gyáli református gyülekezet templomában Erős József alpolgármester gyújtotta meg, majd a Csak Te családi kórus egyházi dalai csendültek fel. Az Üllői, Maglódi, a Péceli és a Gyáli ünnepi műsor további részleteit híradónk után következő műsorunkban tekinthetik meg. Üllői híreink következnek. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó szerződés meghosszabbítása, Pest megye önálló régióvá válása, a 2016-os évi adómérték, a Sportliget Lakópark Víziközmű Társulat hitelének visszafizetése, a villanyhálózat korszerűsítése és a Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndíj odaítélése és az Üllői képviselő testületi ülés napi rendjén szerepelt. A november 19-i döntések részleteiről a polgármestert kérdeztük. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó szerződés meghosszabbítása. Itt miről van szó, lejárt a szerződés, azért kellett meghosszabbítani, vagy módosítani is kellett? Igazság szerint két éve már nem a város feladata, tehát nem kötelező feladat, hanem ezt már az állam átvette, de mindig felkérnek minket, mivel nem tudják igazán teljesíteni ezt a feladatot, ezért a humánszolgáltató keresztül az Üllői önkormányzat vállalta ezt a feladatot. Annak idején, amikor ez elindult körülbelül 5 évvel ezelőtt, akkor egy ingyenes szolgáltatásként indult, és természetesen örültünk, és minél több időst bevontuk ebbe a programba. Sajnos utána már nem kaptunk erre támogatást, és hát igen sok milliót kellett hozzátenni. Ma is így van ez, úgyhogy körülbelül jelen pillanatban 50 fő kapja ezt a szolgáltatást, illetve veszi igénybe. Ez azt jelenti, hogy
minimális összeggel járulnak hozzá a lakosok, mi pedig 5 millió forintot biztosítunk erre a szolgáltatásra. De mi úgy gondoljuk, hogy ha már elindítottuk annak idején ezt a programot, szükség van arra, hogy ezeket az időseket is biztonságban érezzük. Trevizunk már több alkalommal beszámolt arról, hogy Pest megye önálló régióvá válása napirenden szerepel. Konferenciát is szerveztek itt Üllőn, a Pest megye közülés elnöke Szabó István is nyilatkozott Trevizunknak ezügybe. Önöknél miért szerepelt ez napirenden? A Pest megyei közgyűlés elnöke kért fel bennünket, és hát az összes környező érintett települést, hogy határozatba foglaljuk össze a véleményünket, és hát természetesen a leválás mellett döntött az Üllői testület is, hiszen nagyon fontos a jövőnk, a társadalmi, gazdasági, területi további fejlődésünk érdekébe tettük ezt meg. Ugyancsak nagyon fontos téma volt a 2016. évi adó mértékekről szóló napirendi téma, valamint a Sportiget lakópark víziközmű társulat hitelének visszafizetéséről szóló téma. Igen, hát a költségvetésünk előkészítése érdekében ez egy kiemelt napirendi pont volt. Nagyon fontos döntést kellett hoznunk az adók emelése érdekében, illetve hát a Sportiget lakópark kérdésében. Természetesen nagy viták is voltak, viszont az adóemelés kérdésében mondhatnám azt is, hogy majdnem egyöntetűleg döntés született, nem szeretnénk adókat emelni, illetve nagyobb terheket a lakosok, illetve vállalkozók vállára terhelni. Ami fontos, hogy ugye a jogszabályok lehetőséget engednek a házi orvosoknál az iparűzési adó mentességre. Természetesen kéréssel is fordultak felénk, és elfogadta a testület az ő kérésüket. Az adómentességet biztosítjuk az iparűzési adóra vonatkozólag, de ennek ellentételeként felkértük őket, illetve ők is javaslatot adtak arra, hogy egy évben kétszer az egészséges emberek számára a szűrővizsgálatot fognak végezni. Én úgy gondolom, hogy ezzel az engedménnyel a lakosság felé plusz szolgáltatást tudunk biztosítani, és örültem, hogy megszavaztuk közösen. Ami nagyon fontos, és tényleg a költségvetésünket nagyrészt befolyásolja a 2016-os esztendőben, az bizonyos Sportliget lakópark kérdése. Most már évek óta azért lebeg felettünk 2016-os esztendő, hiszen 2016 végén jár le az a kezességvállalás, amit 2006. decemberében a képviselőtestület elfogadott. Itt is nagyon komoly döntéseket kellett hozni, háromféle alternatívából próbáltunk döntést hozni. Büszkén mondhatom, hogy azért évek óta a háttérben mi nagyon sokat teszünk azért, hogy 2016-ban ezt a lehetőséghez mérten meg is oldjuk. Az első pontja az volt, hogy saját költségvetésünkből meg fogjuk oldani, és a bank felé eleget teszünk. Lehetett volna a bankkal egyességre törekedni, esetleg kitolni a határidőket, de úgy gondoltuk, hogy mivel a kamatokat is nekünk kell fizetni, hiszen a társulat kasszájában sajnos nem volt annyi keret, hogy ezt megvalósítsák, ezért úgy gondoltuk, hogy minél előbb szeretnénk ezt az oldalát lezárni, és természetesen a határozatunkba hoztunk egy olyan pontot, ahol segítséget nyújtunk továbbra is az ott élő embereknek, hogy 48 hónap plusz határidőt adunk esetleges részletfizetési kedvezményre. Ha betervezzük a költségvetésünkbe ezt a bizonyos 220-250 millió forint körüli összeget, attól még az ott élőknek a fizetési kötelezettsége fennáll. Tehát erre próbálunk egy 48 hónapos részletfizetési haladékot adni, és hát majd szeretnénk egyenként tovább tárgyalásokat folytatni az ott élő emberekkel. Én úgy gondolom, hogy maga a testület nagyon sokat tett és tesz azért, hogy egyenesbe hozza
az ott élő embereknek a sorsát. Szeretnénk, ha ők is itt jól éreznék magukat Üllőn. Tényleg sokszor úgy érzik, hogy őket kirekesszük, másképp kezeljük. Nem. Egy nagy terhet próbálunk levenni a vállukról, de nem azt jelenti, hogy a kötelezettségüknek nem kell eleget tenni. Jelen pillanatban már folyik kint a közvilágítási korszerűsítés, ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban már elég komolyan túrják, fúrják ott az utakat, a mellékutcákat, és itt is kérem az ő türelmüket, mert általában előfordul, hogyha valamihez neki fogunk, akkor inkább a hibákat keresünk, mint a megoldást, is örülnénk annak, hogy a legkorszerűbb lett technológiával ellátott világítás lesz az összes Sportliget lakóparkban lévő utcában. Tehát ott is, ahol jelen pillanatban közvilágítás van, a oszlopok között még egy oszlop elhelyezésre fog kerülni, és akkor már tényleg azt tudjuk mondani, hogy bízom benne, időjárás függvénye is azért, hogy az év végére ez el is készül. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndi odaítélése, született a döntés? 9 gyermek nyújtotta be a pályázatát, és ezekre azért büszkék lehetnek azok a szülők, akiknek a gyermekei, büszkék vagyunk mi is, hiszen itt hangsúlyoznom kell, szociálisan rászorult gyermekekről beszélünk, és felsőoktatási intézményről. 6 gyermek kaphatja meg 4800 forintos havi ösztöndíjat, 3 gyermek nem felelt meg, amiért el vagyok keseredve, hiszen amikor látja az ember, hogy szociálisan rászorult és olyan családi környezetben élő gyermek felsőoktatási intézményben tanul, akkor én mindent megtennék értük, de sajnos az egyfőre eső jövedelmük meghaladta a lehetőségeket, amit hát a jogszabály ír elő, ezért ők ebben most nem tudnak részesülni, de kívánom nekik, hogy a tanulmányaikat sikeresen tudják folytatni. Üllőnek az átlagosnál jobb és finomabb az ivóvize. Ennek ellenére a közmeghallgatáson mégis azt jelezték, hogy még mindig klórosnak találják az ivóvizet. A következő percekben arra kértük a szakértőt, szolgáljon magyarázattal. Gyakorlatilag, ahogy a víztisztító tartályokon keresztül folyik az ivóvíz, a folyamatnak a végén van egy UV-reaktor mind a két sor mellett, és ahogy az UV-reaktoron keresztül halad a víz, az UVC sugárzásnak a hatására a baktériumok, amelyek a vízben esetleg találhatóak, azok megsemmisülnek, úgyhogy gyakorlatilag itt ezen a vízvételi ponton, ami a legvégső pont a technológiai gépházon belül, csirátlanított ivóvíz folyik ki, ami minden nem kívánatos kémiai komponenstől már meg van tisztítva, és teljesen baktériummentes. Az ivóvíz minőségjavító projekt kivitelezőjének szakértője szerint az ivóvíz tisztasága és minősége az idő előre haladtával folyamatosan javul. Az új víztisztító technológiának köszönhetően az ivóvíznek a minősége az sokkal jobb lett, mondhatni, hogy kifogástalan, mert a értékhatáron fölött lévő ammónia tartalmat eltávolítjuk a vízből, és gyakorlatilag ami a vízműgépházat elhagyja ivóvíz, az csirátlanítva, tehát baktériummentes, illetve nem kívánatos kémiai komponensek el vannak belőle távolítva. Azonban a Üllővárosnak, mint nagyon sok más városnak az ivóvíz hálózatának egy nagy része régi. Ez azt jelenti, hogy több évtizedes csövek vannak a földben. Nyilván vannak olyan részek, amelyeket már fel tudtak újítani, de még vannak hiányosságok. Ebből fakadóan a közegészségügyi határozat alapján a vízműszolgáltatóknak kötelező klór bejuttatásával csirátlanítani az ivóvizet. Nyilván ezekre is nagyon szigorú határok vonatkoznak, amiket mérni kell, és vizsgálni kell, hogy ez ne legyen túl magas, illetve túl alacsony sem. Abból adódhatnak azok a problémák, hogy a város bizonyos pontjain erősebb klórszagot éreznek a fogyasztók, illetve esetleg az víznek az ízén is ezt tapasztalják, hogy csőhálózatnak bizonyos részei felújítottak, más részei kevésbé, és a csőhálózaton kialakult lerakódások, ahogy folyamatosan távolodnak el, ugye a klórnak a beadagolása az csirátlanítja a csőhálózati szakaszban levő ivóvizet, és egyes szakaszokon, ahol már tisztább a cső,
Ott nem fogy el teljes mértékben a klór, és ezért a fogyasztónál megjelenhet valamelyest az íze és a szaga, más helyeken azonban ez elfogy. Nyilván a mérések folyamán, ha azt észleli a szolgáltató, hogy már olyan mértékig kitisztult a csőhálózat, akkor a klór adagot csökkenti fokozatosan. Viszont egyelőre azt tudom javasolni, hogy a lakóknak, illetve a lakosságnak, hogy legyenek türelemmel, ez az ő érdekükben van, mert gyakorlatilag a klórozással megelőzzük azt, hogy bakterializálódni tudjon az ivóvíz. Viszont ahol egy kicsit esetleg erősebb a klórszag és a klórnak az íze, ott célszerű szellőztetni a vizet, ami azt jelenti, hogy amikor kiengedem edénybe vagy pohárba, gyakorlatilag egy fél perc, egy perc elteltével elillan a klórtartalma a víznek, és az a klór mennyiség, ami az ivóvízben található, az alatt a határérték alatt van, ami a fogyasztása káros lenne. Úgyhogy gyakorlatilag ezek azok az okok, amire visszavezethető a jelenleg tapasztalható klórosság. Gyakorlatilag a múlt heti mérések alapján további csökkentés történt, tehát tudom mondani, hogy a múlt hét végén tovább lett csökkentve pár tizeddel a klóradag, valószínűleg ez tovább mérséklődik, tehát kevésbé lesz zavaró, és az idő előhaladtával még ez csökkenthető. Teljesen meg nem szüntethető, mert ehhez a közegészségügyi hatóság külön hozzájárulása kellene, de viszont annyira le fog csökkenni, hogy gyakorlatilag már nem fogják észlelni a fogyasztók. Október végén Halloween party, most decemberben pedig már a Jézuska járat megszervezésében jeleskednek a Humán Szolgáltató Központ munkatársai. Támogatásukkal 120 rászoruló gyermek vehet majd át ajándékokat. Az idén volt először egy ilyen hagyományteremtő program, amelynek keretében különféle nagyon kedves meglepetéseket készítettek a gyerekek, és azt kell mondanom, nagyon jól sikerült. Több mint 60 gyermek eljött a közösségi központban tartott kis partira, kicsik és nagyok is, és érdekes módon még a kamasz gyerekek is nagyon élvezték, mert úgy gondoltuk, hogy karácsonyra nagyon sok kézműves program és egyéb műsor szerveződik, és mi egy kicsit ezzel is ráhangolódtunk, egy kicsit előbb, kicsit máshogy. De természetesen az ünnepekre nem csak így készültünk, hanem a karácsony nálunk egyet jelent a hideggel, a meleg ruha hiányával, úgyhogy már sokkal előbb elkezdtük gyűjteni ezeket a ruhákat, játékokat, adományokat, és sorban folyamatosan a rászoruló családoknak ezt kiosztottuk. És most már pedig az advent időszakát éljük, és ha jól tudom, akkor önök is kemény szervező munkával bekapcsolódtak a Jézuska járat programsorozatba. Ez mit jelent pontosan? Jézuska járat is egy nagyon különleges idei ajándék, úgyhogy polgármester asszony segítségével hozzájutottunk ehhez a lehetőséghez, hogy azon ritka kiválasztott városok közé tartozunk, ahol ez működik, és mi kaptuk azt a feladatot, hogy kiválasztuk azt a 120 gyereket, akiről mi biztosan tudjuk, hogy karácsonykor nem valószínű, hogy ajándékot kap. És mivel ez nagyon fontos, ennek a karácsonynak a gyerekek szempontjából mindenképp az ajándék is a leglényegesebb elemek közé tartozik, ezért örömmel csatlakoztunk, és az óvodáinkban az óvónők segítettek abban, hogy kiválasztjuk a legrászorultabb gyerekeket, illetve a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő szolgálat ügyfélkörébe tartozó gyerekek közül került ki ez a 120 gyermek, akik közül még van egy nagyon kevés, akiknek nincs ajándék, úgyhogy a www.jezuskajarat.hu oldalra fel lehet menni, és az üllői gyerekek közül még lehet választani. És ha lehet nekem is egy kívánságom, akkor az lenne, hogy örüljünk együtt annak, hogy idén most 120 gyermek kaphat ajándékot, és valóban különleges, valóban olyan ajándékot, amire ők vágynak, és már nagyon izgatottan várjuk az ünnepséget, amikor ezt megkaphatják valamennyien. Ajándéknak az a lényege, hogy meglepetés legyen, kisebb-nagyobb ajándékokról van szó, ha jól tudom, mégis mit lehet tudni előzetesen ezekről az ajándékokról? Hát nagyon, nagyon széles a skála, hisz valóban vannak olyan gyerekek, akik nyilván nagyobbak számítógépre, de akár egy csinos kabátra vágytak, de a kisebbeknél, ami a legszívmelengetőbb, amikor egy kisgyerek azt írta, hogy sárga labdát szeretne kicsit és nagyot, hogy ez nagyon megható, és nyilván abban a csomagban lesz más is, de akit én választottam, ő például egy Barbie babára vágyott,
természetesen már ott van az ajándékok között, a fiam pedig úgy gondolta, hogy ő egy fiús ajándékot választ, és egy Lego készletet, de nagyon széles az ajándékok skálája. Tényleg érdemes megnézni már csak azért is, hogy mennyire másra vágynak a gyermekek. De én azt gondolom, hogy ez teljesen normális, hogy még egy kisgyerek csokira vagy labdára vágyik, a nagyobbaknak magasabb, nagyobb igényeik vannak, de nekik ez fontos. És ha megtehetjük, hogy ezt megszerezzük, akkor mindenképp érdemes ebben a programban részt venni. Gyáli híreinkkel folytatjuk. 2016-ban is épül, szépül és tovább fejlődik gyár. Ezért a november 27-i közmeghallgatáson is szóba kerültek a jövő évi beruházások és a városi fejlesztések, emellett pedig a hulladékgazdálkodási projekt részeként a szelektív személygyűjtő edények kihelyezéséről és a város, utcák és intézmények névjegyzékéről is érdeklődtek a megjelent polgárok. Olyan nagyon zavar sokszor a gyári telefonkönyvben az intézmények olyan keszekuszán vannak benne, hogyha egy nem gyári akarna ott megkeresni valamit, nem találna meg. Bartók iskola, meg Kodály Zoltán, de ha ő nem tudja, hogy ilyen néven futnak intézmények, akkor fogalma nincs. És ez évek óta, tehát valahogy ez egyszer így belekerült, és azóta folytatódik tovább. Nem tudom, hogy erre van bármiféle ráhatásunk, vagy nincs. Utána fogunk nézni ennek. A közmeghallgatás legfontosabb történéseiről Erős József alpolgármestert kérdeztük. Először Diara Éva, a pénzügyi iroda vezetője tájékoztatta a megjelenteket gyárváros költségvetésének alakulásáról. Utána pedig a 3-as és 4-es napirendben pedig én tájékoztattam a lakosságot a 2015. évi megtörtént és jelenleg is folyamatban lévő beruházásokról, valamint utána a 2016. évi tervezett beruházásainkról beszéltünk, és a 4. napirendi pontban pedig a megjelentek tehettek föl kérdéseket nekem, amire válaszoltam. A fejlesztések, a beruházások, a modernizáció mindig érdekli a lakosságot. Egy-két témát említsünk meg ebből, tehát milyen fejlődés várható 2016-ban gyálon? Először is befejeződik a Lilium utcai óvodának a teljes körű rekonstrukciója. Ez valószínűleg február környékén fog befejeződni. Itt addigra 10 csoport fog működni, közel 300 gyermekkel. Valamint el fogjuk kezdeni a Tátika óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájának a bővítését. Itt 3 csoportszoba lesz még kialakítva a meglévőkön kívül. Ezen kívül reményeink szerint elkezdődik a tanúszodának az építkezése, ami egy kiemelt áramű beruházás keretében lesz. És hát nagyon sok tervünk van, még védőnői szolgálatnak az épületét szeretnénk újjáépíteni. Nemrég befejeződött gyárváros hulladékgazdálkodásával kapcsolatos projekt. Mi érdekli a lakosságot ezzel kapcsolatban? Mert ha jól tudom, még jelenleg is zajlik ezeknek az edényeknek a címre történő kiszállítása? Így van, zajlik jelen pillanatban. Egyébként már körülbelül a lakosság 2/3 megkapta a szelektív hulladékgyűjtő edényeket. A másik rész az pedig most fogja a napokban. Tehát szerintem egy 2 héten belül az egész le fog zajlódni. Hát itt általában ilyen kérdések szoktak lenni, mert eddig ugye nálunk a házhoz ment a szelektív hulladékgyűjtés, hogy ezután zsákban kell kirakni, vagy van-e valami átmenet, hogy ki lehet tenni kukát, zsákot. Ehhez hasonló kérdések merülnek föl. Noha az elmúlt napokat még a tavaszias hőmérsékletek jellemezték, nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb megérkezik a tél és szükséges velejárója, a havazás is. A gyáron alkalmazott technikai eszközökről és a sikosságmentesítés fontosságáról is megkérdeztük az illetékest. Eddig nagyon kegyes volt hozzánk az időjárás így az év vége felé, de természetesen a társaság fölkészült itt a téli hoeltakarításra és sikosságmentesítésre. Ez úgy történik gyáron, hogy alvállalkozók bevonásával történik az utaknak a hoeltakarításra és sikosságmentesítése, hát és az önkormányzati járdaszakaszok és területek meg természetesen saját dolgozókkal, illetve közmunkások bevonásával történik az eltakarítás. Milyen útszakaszok tekintetében mondhatjuk el azt, hogy a sikosságmentesítés minden feltételek között megtörténik, illetve mely útszakaszok azok, amelyeknél ez nem fog megtörténni? Igen, itt a munkálatoknál elsőbséget élveznek a tömegközlekedési útvonalak, a gyűjtőutak,
a intézményeket, orvosi rendelőt megközelítő utak. Ezeknél az utaknál történik a síkosságmentesítés minden esetben. A kiszolgáló és a lakó utaknál ott csak hóeltakarítás van, de ott is csak egy megfelelő mennyiségű hó esetén történik a beavatkozás, úgyhogy igazából gépkocsival járhatóak legyenek az utak, ott az a cél. Mire hívjuk fel a lakosság figyelmét? Mi az ő feladatuk? Igen, nagyon fontos, hogy a ingatlanok előtti járdaszakaszoknak a hóeltakarítása és síkosságmentesítés az ingatlan tulajdonosnak a feladata. Így arra kérek minden lakót, hogy síkosság meg hó esetén gondoskodjanak a házuk előtti takarításról, már csak azért is, hogy nehogy itt valami baleset történjen, és hát hogy ez problémát okozzon a lakosságnak. Mi van akkor, hogyha éjszaka esik le a hó? Tehát önök 0-24 órában látják ezt a feladatot el? Már ebben az időszakban készenlétben állnak a munkagépek, telefonos jelzés esetén ők fél órán belül kint tudnak lenni az úton, tehát természetesen ilyenkor készenlétben vagyunk, és bármikor, ha bekövetkezik az esemény, akkor ott vagyunk és csináljuk. Az örökös aljegyzői díj és a közművelődési díj adományozásáról is döntött Gyálváros képviselőtestülete. De napirendi téma volt az adómérték és Pest megye önálló régióvá válása is. A november 26-ai ülésen történtekről az alpolgármestert kérdeztük. Gyálon nem lesznek új adók, mint ahogy nagyon sok helyen lehet hallani, hogy önkormányzatok arra kényszerülnek, hogy új helyi adókat vezessenek be. Gyálon nem lesz ilyen, sőt, eltöröltük a magánszemélyeknek a lakás célú ingatlanadót. Tehát ami eddig volt építményadó, azt a magánszemélyeknek, hogyha lakhatás célra használják az ingatlant, azt ezután már nem kell fizetni. Ugyancsak szó volt, illetve megalkották Gyálváros örökös aljegyzője címet. Ez is egy rendeletformában jött ki. Ez mit jelent pontosan? Ugye annyit tudunk, hogy mindig van a városnak jegyzője, aljegyzője, viszont az örökös aljegyző nekem olyan tiszteletbeli címet sugal. Így van, ez egy tiszteletbeli cím, így azt az aljegyzőt szeretnénk majd jutalmazni, aki ezért a városért nagyon sokat tett, és ezt meg fogjuk köszönni egy ilyen örökös aljegyzői címmel. Mikor lesz ez az ünnepség, amikor ezt átadják? A Városházának karácsonyi ünnepségen kerül majd átadásra. A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola intézményvezetői beosztás ellátására beérkezett pályázatokat is véleményezték. Tudni kell, hogy véleményezési jogunk van csak, hiszen a Klik nevezi majd ki az intézményvezetőt. Mi meghallgattuk mind a két pályázót, és az a döntés született mind az Oktatási és Kulturális Bizottságban, mind a képviselőtestületi ülésen, hogy Surányi Katalin pályázatát terjesztjük elő elfogadásra. Nagyon sok helyen hallani arról, hogy 2020-2021-től Pest megye önálló régióvá válik. Ha jól tudom, akkor az önök képviselőtestülete is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Így van, a Pest megyei közgyűléstől érkezett ez a felkérés hozzánk, hogy mi is fogadjuk el ezt a határozatot, amely alapján Pest megye és a főváros önálló régió lesz majd 2020-tól. Természetesen mi ezt a felkérésnek szívesen tettünk eleget. És ez nem csak a megyének lesz jó, hanem a kis térségnek és akár Gyálvárosának is, ha jól tudom. Igen, igen, ez az egész közép-magyarországi régiónak jó lesz, hiszen eddig nagyon sok pályázatból pontosan azért maradtunk ki, mert mivel a főváros és a közép-magyarországi régió az egy régiót alkotott, ezért, és ennek a régiónak nagyon magas volt az úgynevezett GDP-je, ezért nagyon sok pályázatból kimaradtunk. Tehát volt például nagyon sok eset, hogy energetikai pályázatok voltak, és az alján ott szerepelt, hogy a közép-magyarországi régió nem pályázhat. Még egy téma a végére, ez pedig javaslat a közművelődési díj adományozása címet viselte. Ezt zárt ülésen tárgyalták. Mikor adják át ezt a díjat? Itt mindig két részre kell választani a dolgot, hiszen lehet egy pedagógus, vagy aki nagyon sokat tett így állon a közművelődésért, azok szoktak díjat kapni, meg gyermekek. A gyermekek díját azt az iskolák karácsonyi ünnepségén, ami december 18-án lesz, ott fogjuk átadni. A úgymond felnőttnek a díját, azt pedig majd a Magyar Kultúra napján fogjuk átadni januárban. A közterület felügyelet feladatai jelentősen növekednek az ünnepek közelettével és a karácsonyi ünnepek alatt. A javarészt a közbiztonságot érintő tevékenységről és a társszervekkel történő együttműködésről is szól következő riportunk. Bevásárlás ugye nagyobb piacokon, nagyobb áruházokban, nagyobb tömegben történik általában, mint évközben.
Itt aztán föltűnnek gépkocsi tolvajok, gépkocsi feltörők, zsebesek, kerékpár tolvajok. Elsősorban ilyenkor közbiztonsági feladatokat látunk el, együttműködve a rendőrséggel és a polgárőrséggel, de amellett fokozottan figyelünk a KRESZ szabályainak a betartására. Nyáron lényeges az Ary Endre út, ugye a hatalmas piac van, kevés a parkoló, össze-vissza állnak meg a gépjárművek, viszont nekünk a tömegközlekedést biztosítani kell, ugye kijár több BKV busz a városba, ezt szeretnénk fönntartani a továbbiakban is. Tehát mire tudjuk felhívni a lakosság figyelmét, mire figyeljenek jobban ilyenkor? Lakosság figyelmét elsősorban az értékeik megővására, vásárlás közben. Ugye a pénztárcájukat ne tegyék fal zsebbe, mellény zsebbe, stb., hanem lehetőleg táskában, annak a mélyére. Vagy gépjárműben ne hagyjunk olyan csomagot elől vagy a hátsó ülésen, ami bárkinek szemet szúrhat, tegyük azt csomagtartóba. Ha ez nem biztosított, akkor lehetőleg valaki maradjon ott a gépjárműre, és úgy vigyázzon rá. Említette az együttműködés fontosságát is, ugye a rendőrséggel, illetve a fegypolgárőrséggel is együttműködnek. Mit jelent ez a mindennapok során? Mindennapok során rengeteg feladatot. Kezdődik ugye tanévbe reggelente két gyalog átkerülőjét biztosítunk az iskolába járó gyerekeknek a biztosítására, illetve védelmére. Továbbiakban pedig ugye néhány évvel ezelőtt jelentős mennyiségű volt az illegális utcai járos a városban, főleg ősszel, tél közelettével a faárusok lepték el a várost. Hál' Istennek ezeket sikerült kiszorítani, nagymértékben köszönhető ez a polgárőrök jelzésének is. Most pedig televíziónk vételkörzetébe tartozó településeink híreivel folytatjuk. Budapest és vonzás körzete között jelenleg naponta irányonként mintegy 610 ezer ember közlekedik. Közülük mintegy 210 ezeren közforgalmú közlekedési eszköz vesznek igénybe. Ezért is volt örömteli, hogy 5 Pest megyei településen, Herceghalmon, Gödöllő Máriabestnyőn, Ócsán, Dabasgyónon és Maglódon lett kényelmesebb a közösségi közlekedés elérése. A többi között 140 P plusz R parkoló létesült az elmúlt időszakban Maglódon, ahol a kormány megbízott szerint már a minden körülmény méltóvá vált a közösségi közlekedés biztonságos eléréséhez. Mindnyájunknak, így az itt élő embereknek is közös élménye az, amikor évtizedekkel ezelőtt ki kellett menni a vasútállomásra, lerobbant vasútállomás, nulla parkolási lehetőség és lerobbant járművek vittek be minket a fővárosba, és a fővárosban is ugyanezek a járművek közlekedtek, trolliként, villamosként vagy pedig buszként. Minden téren változás következett be az elmúlt években. Olyan vasúti kocsik járnak most már jó rész, amelyek valóban 21. századi igényeket elégítenik ki. Az épületeket, az állomás épületeket is folyamatosan újítja fel a kormányzat, és most valóban itt vagyunk egy P plusz R parkoló átadásán, ahol egy egész különleges újdonság is van, ez a K plusz R, ami azt jelenti, hogy a kiszálló utasokat búcsúztatók részére, akik csak kirakják az utast, és már mennek is tovább, külön helyet sikerült biztosítani. Én azt gondolom tehát, hogy munkába járáshoz, vagy a hétvégén szórakozási lehetőségeket kereső az itt élő emberek mindannyian a főváros nagyon nagy mértékben veszik igénybe, és ehhez most már mind az utazás, tehát a vasúti kocsik, mind a körülmények, parkolás és állomásépület, mind pedig a fővárosban való közösségi közlekedés, buszok, villamosok, metró, illetőleg trolibuszok olyan minőséget képviselnek, amelyek valóban méltók az itt élő emberekhez, a magyar emberekhez, a Pest megyei emberekhez. A közösségi közlekedés feltételeinek javítása kapcsán a térség országgyűlési képviselője már a megye és a főváros 2020-2021-es régiós különválásáról is nyilatkozott. Budapest felszívó képessége munkahely szempontjából az agglomerációnak az egyik legnagyobb lehetősége is, ugyanakkor talán a legnagyobb átka is, hiszen azok az emberek, akik innen elutaznak, azok a mindennapjaikban nagyon sok időt töltenek utazással. Ebből a szempontból egy ilyen parkolóhely az tudja nekik mondani, hogy a közösségi közlekedés az a számukra előnyös lehet, hiszen ha itt hagyják az autókat őrzött módon, akkor be tudnak jutni a városba, és el tudják érni a munkahelyüket. De természetesen nekünk az lenne a legjobb, hogyha itt is annyi munkahely lenne, és olyan bérekkel, amivel itt meg tudnánk találni az emberek a számításukat. Többek között ez is az oka annak, hogy a következő uniós ciklustól szeretnénk, hogyha Budapest és Pest megye külön régiót alkotna. Erre van esély? Én azt hiszem, hogy ennél jobb esély nincsen, mint ami most előttünk van, hiszen december 10-éig kell nyilatkozniuk a
Pest megyei településeknek, mind a 187-nek arról, hogy támogatja ezt a különválást. Én úgy tudom, hogy Budapest is támogatni fogja, és mind a 187 településen már kint vannak azok a levelek, illetve remélhetőleg elkezdődnek az önkormányzatok határozatainak az elküldései ezzel a témával kapcsolatban, és akkor eljuthatunk odáig, hogy a következő uniós ciklustól 2020-tól 21-től Budapest és Pest megye külön régiót alkot, és ennek egy plusz hozadéka lesz, amellett, hogy Budapest és Pest megye nem tudja elkerülni egymást, és azokat a programokat, amiket közösen kell megteremteni, ezt közösen kell megteremteni, viszont Pest megyének a lehetőségeit szeretnénk ezzel növelni, hiszen az elmúlt uniós ciklusban az országos átlaghoz képest Pest megyében fele vagy egyharmada volt az az összeg, amit gazdaságfejlesztésre, egyáltalán uniós források elköltésére költhettünk. Távoli még ez a válás, de nem járhat-e azzal, hogy azt mondja a főváros, hogy a vidéki tanulók után fizessen kvótát a vidéki önkormányzat, vagy a BKV jegyeket a vidékiek drágábbért vásárolják meg ad abszolút? Nem most először vetődik fel ez a kérdés. Azt hiszem azzal, hogy a közoktatási intézmények állami fenntartásba kerültek, ez a kérdés többet nem kerülhet szóba, hiszen a központi fenntartónak ez nem lehet érdeke. A közösségi közlekedéssel kapcsolatban is mindig vannak ilyen hangok, most éppen a főpolgármester úr próbált nyomást gyakorolni a Pest megyei agglomerációs településekre. Én azt hiszem, hogy egy közös megoldással meg tudjuk teremteni azt is, hogy ebből ne legyen torzsalkodás. A beruházások állami forrásból valósultak meg. Nemzeti Infrastruktúra RT-vel kötött megállapodás alapján egy közös pályázat volt. Mi igazából, mint társpályázók vettünk benne részt, önkormányzati forrásba nem került, az adófizetők pénzét erre nem kellett, hogy költsük, ezt megépítette a NIF, az állam adta hozzá azt a 15% saját erőt, és hát úgy gondolom, hogy egy tipikus agglomerációs településként nem mellékes számunkra, hogy a maglódi munkavállalók milyen körülmények között utaznak be a városba, munkahelyükre érkeznek vissza, vagy akár a diákok az iskolába. Ez a közlekedésfejlesztés mindenféleképpen Maglód javára szolgál. Ez a városképet is fejleszti. Természetes módon két kapuról beszélgettünk, abban a speciális helyzetben vagyunk, hogy nem egy állomásunk van, hanem kettő. Mind a kettő megújult épületét tekintve is, nyaralon új épület épült, a régi állomás épületét felújították, és hát a környezete és a parkoló megépítésével rendezettebb képet mutat, és nem mellékesen azért nem sárba kell ideig kell taposni az autósoknak, gyalogosoknak, hanem azért szépen viakolor burkolattal, aszfalttal van ellátva. A maglódiak nagy értéküket, az autójukat hagyják itt minden reggel. Biztonságosak-e ezek a parkolók? Én úgy gondolom, igen. Kamerarendszer került felszerelésre mind a két helyen. Van egy központi monitor, ahol ezt meg lehet tekinteni, hogyha valami rendellenesség történik. És hát nem csak itt, hanem a település egyéb részén is vannak már kameráink, ami a jövőben a biztonságot szolgálja. Az esztendő 40. beruházásának átadásáról és a parkolók számáról a kivitelező, a Nemzeti Infrastruktúra ZRT vasúti igazgatója beszélt. Komoly fejlődés indult az elmúlt években az országban, és örülünk, hogy a Nemzeti Infrastruktúra ZRT ehhez jelentős mértékben hozzájárul. A 2007-2015 közötti uniós időszakban 340 km gyorsforgalmi utat, 1100 km közutat és 540 km vasúti pályát építettünk, illetve újítottunk fel. A vasúti vonalak felújítása és az ütemes menetrend kialakítása mellett azonban elengedhetetlenül fontos az állomások, megállóhelyek elérhetőségeinek biztosítása is, hiszen az utóbbi évtizedekben jelentősé vált a közép-magyarországi régióban a Budapest elővárosi közlekedés hivatásforgalma. Polgármester úr is említette, hogy a település lakói milyen jelentős arányban utaznak naponta oda-vissza Budapestre. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából az elővárosi vasútvonalak fejlesztésének keretében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT a Budapest elővárosi hálózatát is képező 6 vasútvonalon, a Hegyeshalmi, Hatvanin, a Szolnokin, a Kelebiain, a Vácin és a Lajos-Mizsei vonalakon, illetve a vonalak mellett található 27 településen 2378 B+R, 1060 B+R,
parkolóhelyet alakított ki. Ezek mellett 25 autóbusz megállót és 10 autóbusz fordulót is kialakítottunk. A beruházás keretében biztonságosabbá váltak a kapcsolódó út- és járdaszakaszok, térfigyelő rendszert alakítottak ki, és ahol szükséges volt, a közvilágítási hálózatot is bővítették. Pécelen is megtárgyalták a képviselők Pest megye önálló régióvá válását, emellett pedig a helyi költségvetés módosításáról, a városi uszoda tervezéséről, a polgárőrség jövőévi támogatásáról, valamint a település képi szabályozás gyűjteményről is határoztak. Ismét nagyon sok napirendi pont került a képviselőtestület elé, ezek közül talán az egyik legfontosabb volt a Pécel Kft. Ügyvezetőjének és felügyelőbizottságának lejáró mandátuma miatti döntés. Mind az ügyvezetőnek, Pereglász úrnak, mind pedig a felügyelőbizottság mandátumát 2 évvel meghosszabbította a testület. Hát a napirendi pontok között tárgyaltuk Pest megye és Budapest szétválását. A közép-magyarországi régiónak a GDP-jét Budapest oly mértékben felhúzza, hogy emiatt az Európai Uniós támogatásokban hátrány szenved a megye többi része. Ezért a Pest megyei közgyűlés indítványozta, hogy Budapest váljon le Pest megyéről, tehát így váljon szét a régió. Ezzel kapcsolatban az önkormányzatunk meghozta a támogató döntést. A jövőjű költségvetés előkészítéseként a önkormányzat intézményeinek, illetve az ingatlan állományunknak a felújítása és karbantartása került a testület elé. Ezzel kapcsolatban egy 61,5 millió forintos összeget határozott meg a testület, ez kerül majd be a költségvetésbe. Aztán, hogy ebből mi fér bele, az majd a jövő évnek a rejtélye még egyelőre. Régebben szó volt egy uszoda építéséről, most mi a helyzet? Ismét a testület elé került az uszodának a kérdése. Korábbi döntésünkben az idei év végét határoztuk meg határidőnek arra, hogy a Vidámvízilovak Egyesület, aki az uszodaépítést kezdeményezte, illetve az önkormányzat létrehozzon egy megállapodást, amely megállapodás egyelőre nem jöhet létre, hiszen az uszodaépítésnek a tervezése egy kicsit elhúzódik, úgyhogy ezt a határidőt toltuk ki jövő év közepéig. Szintén döntött a képviselőtestület a polgárőrség jövő évi támogatásáról. Ez az idei évhez hasonlóan 6 millió forintot jelent a polgárőrségnek, ugye ezért cserébe túl az állandó járőrözésen egy 24 órás ügyfélszolgálatot tartanak fenn a Kossuth-Lajos utca 18 szám alatt. A Rákospatak revitalizációjával kapcsolatban az összes érintett település és a budapesti kerületi önkormányzatok együttműködve hoznak létre egy tanulmánytervet. Egy tanulmányterv mentén reméljük, hogy későbbiekben megvalósulhat a kerékpárút a patak mellett. Városunkban bevezetésre kerül egy új szabályozásgyűjtemény. Ez a településképi véleményezését jelenti a helyi építkezéseknek. Egyelőre csak a városközpontot érinti, és működésében egy polgármesteri vétójogot jelent a főépítész véleménye alapján a nagyobb építkezésekkel kapcsolatban. A Péceli Angyalka 2015-ös programa rászorult gyermekek számára nyújt boldogságot. Az immár hagyományosnak mondható adománygyűjtésre és a fantasztikusnak ígérkező december 18-ai gálaműsorra még várják a szponzorangyalok jelentkezését és a szükséges felajánlásokat is. Indul az Angyalka, Péceli Angyalka 2015-ös programunk, amit kétszer óriási sikerre vittünk, 2013-ban és 2014-ben. Én nagyon bízom benne, hogy ilyen összefogással, amit Pécelen tapasztalunk, ugyanúgy mellénk fognak állni az emberek, és ugyanannyi kisgyereknek tudunk örömet okozni, mint az előző években. Igen, ez a Legyél te is Angyal című program, ennek mi a lényege? Tehát, hogyha valaki szeretne csatlakozni, akkor azt hol és miként teheti meg? Ezt az intézményünkben teheti meg, minden létező fórumon, amihez közünk van, tehát a Péceli fórumokon hirdetjük. Az a lényege, hogy az általunk kiválasztott rosszabb anyagi körülmények között élő gyerekek, őket megkeressük, ők írnak egy képeslapot az Angyalkának, bemutatkoznak, illetve megfogalmazzák a vágyukat, amit a szülőktől esetleg nem kaphatnának meg. Ezt maximáltuk 8000 forintban, ennek az ajándéknak az értékét. Eljuttatjuk az általunk kiválasztott, illetve hozzánk jelentkező szponzorangyaloknak ezeket a képeslapokat szkenner formátumban. Az Angyalka megveszi a gyereknek az általa kért ajándékot, és akkor december 18-án délután 5 órai kezdete a Piók aulában lesz egy fantasztikus gálaműsor, ott találkozik először a gyerek és a szponzorangyal, ott látja élőben az örökbefogadott gyermeket, ahol megkapja az ajándékért cserébe az Angyalka a gyermekről készült fényképet és az általa készített eredeti képeslapot, hiszen addig csak szkennert formában látta. Azután együtt fogják kibontani és együtt örülnek. Ha körbenézünk itt az épületben, azért lehet látni, hogy már nagyon sok minden gyűlt össze, de várnak-e még esetleg?
Igen, egészen december 14-ig várjuk a felajánlásokat, mind az Angyaka programba, mind az adventi készülődés során kiosztandó cipésdobozokra, tehát hogy behozzák a cipésdobozokat. Angyakák mindig jöhetnek, bármeddig tudjuk őket fogadni, hiszen az a lényeg, hogy minél több kisgyerek részesüljön az ő által a kért örömben, ajándékban. A gyermekek természetesen péceliek, hiszen péceli angyalka a programunknak a lényege, viszont angyal, tehát szponzorangyal bárhonnan jelentkezhet, szoktak is akár külföldről, vidéki városból, a mi angyalainak a rokonai, ismerősei, tehát bárhonnan várunk angyalokat. A tél közelettével egyre fontosabb a tüzelő beszerzése. Amennyiben Pécelen szeretne valaki a rászoruló embertársak részére tűzifát felajánlani, akkor a Pécel üzemeltető Kft. Telephelyére kell, hogy behozza. A részletekről a cég ügyvezetőjét kérdeztük. A vállalt szerződésünk egyik alapja, hogy a zöld felület kezelés pontban szereplő a galjak és a kidőlt fák begyűjtése, ezeknek a begyűjtését mi folyamatosan végezzük télen-nyáron, tehát az időfüggőnye. Ha nem esik, ha nem havazik, akkor fagyűjtés és a takarításhoz kapcsolódóan vannak ezek a fáknak a begyűjtése. Természetesen ezeket a fákat legjobb lenne, hogyha egy száraz helyen tudnánk tárolni. Mögöttem látható területen ez már a begyűjtés egyik része. Pécel Kft. Dolgozói ezek folyamatában ezt, ahogy megkapjuk a szociális osztálytól, az önkormányzat aláírásával és a rászorultsági arányokat figyelembe véve 3-5 mázsát alkalomjelleggel kiosztunk. Ez nem azt jelenti, hogy ez kötelező feladat mind a Pécel Kft.-nek, tüzelőfának a kiosztása, meg az önkormányzat. Ha van rá lehetőség, és azért mindig van rá egy kis lehetőség, azért természetesen tudjuk teljesíteni ezt a feladatot is. Nagyon sok esetben van olyan lakos, aki akár megkér minket arra, hogy az ő területén, magánterületén lévő fát cserébe, azért, hogy ez fölajánlja a tüzelőnek, vagy a fenyőfa időszakban is van ez, ugye, hogyha fölajánlják ezt tüzifának, akkor mi elmegyünk, kivágjuk ezt, kitermeljük, mondjuk így, és utána ez ide be van szállítva a telephelyre, és föl van dolgozva. Én azt gondolom, hogy ez megint egy ilyen jó gazdaként működünk, mert nem elviszi haza valaki saját hasznára fordítja, hanem gondolunk főleg a karácsonyi időszakban, gondolunk arra a kisgyerekes anyukákra, idősebbekre, kisebbségre is, emberekre, lakosokra, akiknek valami meleget kéne biztosítani. Amit tudunk, megteszünk. Soros képviselő testületi ülést tartottak Vasadon is, ahol a többi között a mezőőrség és a tanyagondnok is tájékoztatást adott, de a néptánc és az úszás oktatásról is szó esett. A november 24-i eseményen Pest megye önálló régióvá válásáról, a művelődési ház rekonstrukciójáról, a közmeghallgatás és az idősek napjának időpontjáról is határoztak. Döntés született az iparizési adó mértékének az emeléséről, ezt a rendeletet elfogadta a testület, a kommunális adó felszólítás miatt szintén tárgyalta a testület, ott egy törvényeségi észrevétellel érte a Pest megyei kormányhivatal. Olyan rendeletszámok voltak még hivatkozásképpen a korábbi rendeletünkben, amik már nincsenek hatályban, tehát ennek megfelelően átdolgozta a jegyzőasszony, és elfogadtuk a rendeletet. A mezőőrség beszámolójára került sor. A mezőőrök beszámoltak, illetve tájékoztatást adtak az elmúlt évi tevékenységükről. Szintén a tanyagondokok beszámolóra került sor. A két tanyagondoki szolgálatnál két tanyagondok végzi a munkáját. Mind a két tanyagondnok beszámolt az elmúlt évben tapasztalt dolgokról, illetve kívánalmakról, illetve olyan problémákról, amiben szeretnék, hogy a jövőben a testület segítségüket tudna lenni. Tárgyaltuk a Pest megyei közgyűlés megkeresését, melyben az összes Pest megyei önkormányzatot megkeresték, hogy a NACZ 2 régióban önálló régiót alkosson Pest megye Budapest nélkül. Ez természetesen egyhangulag támogatta a testület, meghozta a határozatot. Döntött még a testület a 2016 évet érintő, költségvetést érintő általános iskolában lévő úszásoktatásról, szintén támogatta a testület, valamint döntés született a néptáncoktatásról a 2016 évben. Egyebek napirendi ponton belül elfogadta a testület, korábban múlt testület ülésnél egy pályázati felhívást tettünk a 2009-ben vásárolt tanyagondoki busznak az értékesítésére, erre több árajánlat érkezett, és a legkedvezőbbet a testület elfogadta. Vasad területén több megújulás is történt, de ebből talán a legnagyobb most per pillanat az a művelődési ház.
elkezdtük a művelődési háznak a belső rekonstrukcióját, ezt a közcélú munkások bevonásával, illetve a településünkön élő vállalkozók, illetve civil polgárok segítségével felújítjuk, egy tisztasági festésen esik át, illetve a padlózatot próbáljuk fel javítani. Civil szervezeteink havi, heti üléseiket, taggyűléseiket ott tartják. Civil szervezetként gondolok itt a néptáncra, a hagyományőrző citerazenekarra, a nyugdíjas klubra. Tehát eddig is aktív volt az élet, ezáltal a felújítás által egy exkluzívabb környezetben tudják a mindennapjaikat megélni. Közeledik a karácsony, milyen nagyobb programokkal várják még a vasadiakat? Decemberi hónapban, december 7-én lesz a közmeghallgatás, erre 18 órára várjuk a kedvesei lakosokat, valamint december 14-én a tradicionálisan megrendezésre kerülő idősek napjára kerül sor, ott 14 órakor az általános iskola aulájában kerülne sor erre az ünnepségre. Ezen ünnepség keretében az általános iskola alsó tagozata ad egy műsort. A következő napok a sok éves átlaghoz képest néhány fokkal enyhébb időt ígérnek. A hétvégén országszerte mérséklődik a légmozgás, erősödik a köthajlam, emiatt gyengül a nappali felmelegedés is. De majd kissé megélénkül a szél, és ismét egyre több helyen emelkedik 10 fok fölé a hőmérséklet. A jövő hét elején számottevő csapadék nem lesz, legfeljebb kis területen fordul elő átmeneti jelentéktelen köccitálás. Köszönöm figyelmüket! A Williams Televízió december 4-i híradóját látták. Friss hírekkel egy hét múlva pénteken 19 órakor jelentkezünk. Híradónkat minden nap éjfélkor, 8 órakor, 11 órakor és este 7 órakor láthatják itt a Williams Televízióban. Maradjanak továbbra is velünk, jó tévézést, viszontlátásra! William.